Szeretettel köszöntelek ebbe a csodálatos világba, ebbe a pánik betegséget oldó, csodálatos gyógyító meditációba. Megkérlek, hogy helyezkedj el biztonságosan, kényelmesen, ahol neked kényelmes, lehet ülve, lehet fekve. Itt semmi se kötelező. A cél az, hogy meggyógyulj, vagy hozzásegítsen a meditáció, megtalálsd a gyógyulásodhoz vezető utat. Nincsen semmi dolgod, egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy megéld ezt a csodálatos változást. Kérlek, vegyél egy 2-3 nagy mély levegőt, majd csak figyelj magadra. Figyelj magadra, arra csodálatos lényre, aki te vagy. Arra csodálatos lélekre, aki leszületett erre a földre. Semmi más dolgod nincs, csak az, amit életed legelső pillanatától fogva teszel. Beszívod a levegőt, beszívod az éltető oxigént, majd kifolyod az elhasznált levegőt, a stressz, feszültség, gondok egy részét. És ahogy kifújtod a levegőt, úgy süllyed a mellkasod. És ahogy süllyed a mellkasod, te is úgy süllyedsz, úgy merülsz egyre gyorsabban, egyre mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre ebbe a csodálatos belső világodba. Ebbe a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotba. Beszívod a levegőt, beszívod az éltető oxigént. Kifújod az elhasznált levegőt, a stressz, feszültség, gondok egy részét. És ahogy kifújtod a levegőt, úgy süllyed a mellkasod. És ahogy süllyed a mellkasod, te is úgy merülsz egyre gyorsabban, egyre mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre. Ebben a csodálatos belső világodban. Ebben a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotban. Hagyod, hogy a hangom hasson rád, hogy minden egyes mondatom, minden egyes szavával csak még mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre merülj. Mélyebbre és mélyebbre. Ebben a csodálatos belső világodban. Ha megengedem magadnak, minden egyes lélegzetvétellel egyre lazább és ellazultabb vagy. Hiszen ez is csak a te döntésed. Minden a te döntésed, eldöntheted, hogy most, vagy azonnal zuhansz mélyebbre. És már így zuhansz, zuhansz, zuhansz. Egyre gyorsabban, egyre mélyebbre és mélyebbre. Ebben a csodálatos belső világodban. Ebben a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotban. A kavargó gondolatokat most arra lassan elengedted a fejedből. Fejed lassan kristálytiszta lehet, mint egy gyönyörű hegyi forrás, csobogó tiszta vize. És ezáltal még lazább és ellazultabb leszel. És hogy megengeded mag, még lazább és ellazultabb vagy. Hiszen ez is csak a te döntésed. Hagyod, hogy a hangom hasonl rád. Hogy minden egyes mondatom, minden egyes szavával csak még mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre merülj. Ebben a csodálatos belső világodban, ebben a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotban. Milyen érdekes, hogy hallod a hangom, hallod a zenét, de mindezek alatt kihallod egy óra tiktakolását. És pont azért, mert hallod az óra tiktakolását, és már tudatosan nem is kell figyelned, mégis hallod. Így minden egyes tiktakolással csak mész. Mélyebbre, mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre. Ebben a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotban. Mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre. Viszont ahogy egyre mélyebbre, mélyebbre és mélyebbre merülsz,
egyre lazább és ellazultabb vagy. De minél lazább és ellazultabb vagy, annál mélyebbre és mélyebbre merülsz. És megengedheted magadnak, hogy még mélyebbre és mélyebbre merülj ebbe a csodálatos belső világodba. Ebbe a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotba. Viszont, ahogy még mélyebbre és mélyebbre merülsz, lelki szem előtt fölte egy ajtó. Ez az ajtó a tudattalanodhoz vezet. És milyen érdekes, hogy a tudattalanod ajtó elkezd föltárulni, de úgy merülsz, úgy süllyedsz, még gyorsabban, még mélyebbre és mélyebbre. Viszont, ahogy még mélyebbre és mélyebbre merülsz, még lazább és ellazultabb vagy. De minél mélyebbre és mélyebbre merülsz, a tudattalanodat egyre jobban föltárul. Egyre jobban föltárul. És amikor a tudattalanod teljesen föltárult, amikor minden információ rendelkezésedre áll, a múlt, a jelen és a jövő. Amikor teljesen mindez információ bal, vagy a jobb agyféltekétből jön, teljesen mindegy jobbról, balra vagy balról, jobbra állik az információ. Teljesen mindegy. Akár egybefölt a bal oldala a jobb oldala, vagy a jobb oldala a bal oldala. Hiszen a tudattal teljesen nyitva van. És már ismerülsz még gyorsabban, még mélyebbre. Még mélyebbre és mélyebbre. Majd innen tovább indulsz. Elindulsz egy gyönyörű, csodálatos, természetes erdő irányába. És mint tudjuk, ezek a csodálatos, természetes erdők először állnak kisebb cserjékből, bokrokból. Majd, hogy elindulsz befelé az erdőbe, lassan egyre nagyobbak a fák. Amíg felnézel az égre, akkor látod a lombkorlák között áttűzön a fényét. Hogy még bejebb és bejebb érsz az erdőbe, egyre nagyobbak a fák. Már érzed a lábad ott az erdő talaját. Amíg bejebb és bejebb érsz az erdőbe, már hallod az erdő hangjait. Vagy épp ellenkezőleg egy pillanatra elhalkul az erdő. De aztán érzik, hogy jó ember vagy, jó az energiád, és újra jött az erdő. Újra hallod az erdő hangjait. Már érzed az erdő illatát. És ha még bejebb és bejebb érsz az erdőbe, akkor még mindenki tudja, az erdőben mindig hűvösebb van, még nyáron is. Akár már érezted az arcodon az erdő közepő báradó egy-egy lágy hűs hóvalatot. Egyszer csak meglátsz egy gyönyörű hatalmas fát, melynek az ágai szinte az égig érnek. És mint tudjuk, ezek az öreg fák sokat láttak, sokat éltek, sokat tapasztaltak. Hatalmas energiákkal rendelkeznek. De hogy ott állsz és nézd ezt a fát. Nézd meg. És gondold végig, milyennek látod ezt a fát. Milyen a törzse. Milyen a koronája. És mint tudjuk ezeknek az öreg fáknak, hogy kijön a földből a gyökerük. Néha olyan, mint egy fotelt, vagy egy karosszéget formázna, melyet az a puha, meleg, bársonyos puha szinte körben ül. Oda leülsz, akkor szinte érzed, hogy körbelül ez a fa. Érzed, hogy ez egy nagyon jó hely. Érzed, hogy ez a hely biztonságos. Ez a te biztonságos helyed. Ide bármikor visszajöhetsz, és vissza is jövünk. De most innen kérlek tovább utazol. Menjél vissza életed egyik legszebb emlékébe. Menjél oda vissza most. És ha kiválasztottad azt az emléket, akkor nézze meg ott minden részletet. Érezd, hogy ennek a szép emléknek az energiája, hiszen rengeteg pozitív energia, hiszen a szép emlékek mindig pozitív energiával töltenek fel. Ezt mindenki tudja. Ezért emlékszünk szívesen vissza rájuk.
Érezd, hogy ezek a pozitív energiák átjárják tested, lelked, szellemed. Érezd, hogy töltődsz velük. Ez lehet egy kellemes, meleg, akár bizsergető érzés. Csak éld meg. Mert arra kérlek, erről az emlékről készíts egy képet. És ha készül a gyönyörű kép, akkor ezt keretezd be. Nézd meg, milyen szép színnel keretezted be ezt a képet. Nézd meg ezt a szép, bekeretezett képet. Mert ezzel a gyönyörű képpel menjél vissza a biztonságos helyedre. Menjél oda-vissza most. És hogy visszaértél, ott egy kicsit pihenj meg. Pihenj meg, és merülj mélyebbre, mélyebbre, és mélyebbre. Ebben a csodálatos belső világodban. Ebben a nyugodt, békés, biztonságos, gyógyító, meditatív állapotban. Majd nézz körbe. Látsz bármilyen változást a biztonságos helyeden. Minden, amit látsz, az jegyezd meg. Most innen egy kicsit tovább indulsz. Találsz majd egy tisztást, egy rétet. Ahol van egy ilyen tűzrakó hely, amit ilyen kővel vagy téglával szoktak kirakni. Hiszen mindenki látott már ilyet. Akár bográcsolt vagy sütögetett is ilyen tűzrakó helynél. És megvan ez a tűzrakó hely. Jól figyeld meg. Figyeld meg, hogy kővel vagy télával van kirakva. Na most menj egy kicsit mélyebbre. Mélyebbre és mélyebbre önmagadba. Mélyebbre és mélyebbre a tudatodba, fejedbe. Ottban fogsz találni egy szobát, egy raktárt, egy helységet, ami tele van ilyen dobozokkal, csomagokkal. Hiszen ilyet is mindenki már látott, vagy el tud képzelni. És megvannak ezek a dobozok, csomagok, akkor jó, nézd meg őket. Hiszen ezek a dobozok, csomagok, ezek nagyban kapcsolódnak a te pánikbetegségedhez. Hiszen ez tele van régi rossz emlékekkel, fájdalmakkal, sérelmekkel, csalódásokkal. Arra kérlek, ezt a sok negatív emléket, érzés, gondolatot, fájdalmat, csalódást, élethelyzetet. Ezt rengeteg doboz csomagot pakolt ki oda a tűzrakó helyre. Nem baj, egy ilyen nagy kupac lesz, vagy szétfolyik. Csak pakolt ki egy kupacba. Kipakoltad, akkor nézd meg jó alaposan. Hiszen lehet, hogy könnyen kipakoltad, de lehet, hogy nehéz volt. De figyeld a munkád eredményét, a kipakolt dobozokat. Majd nézd meg őket jó alaposan. Figyeld az érzést. Egy nullától tízig terjedő skálán, ahol a tíz a legrosszabb, a legfájóbb, a legkellemetlenebb, és a nulla a legjobb érzés. Mi a legelső számú eszedből, amikor néz ezt a sok rossz negatív emléket, érzés, gondolatot, fájdalmat, csalódás, sérelmet? Hiszen ezek ennyire terheltek téged. Ennyire fájó, nehéz és negatív volt számodra. Mert arra kérlek, van ott egy kanna benzin, locsold le az egész kupacot úgy, ahogy van. És akkor jóval elocsoltad, jóval edvesedett az egész, másik kezedben van egy szál égőgyufa. Fogd meg, és a tisztító tűzzel gyújtsd meg, mert hogy rádobod, abba a pillanatban abban a tűz. Na ne lepődj meg, bármilyen színnel éget ez a tűz. Egyelőre csak figyeld,
Figyeld, hogy ég ez a tűz. Figyeld, hogy minden elég füsté válik, elpárolog, eltűnik. Érezd, hogy ezek az érzésebbet kiégnek, elpárolognak, eltűnnek. Csak figyeld, hogy ég ez a tűz. Figyeld, milyen érzés. Majd most arra kérlek, menj vissza abba a helységbe, amit kipakoltál, mert ott hátul van egy ajtó, ami egy sötét kamrába vezet. Ott még vannak dobozok, csomagok. Keresd meg. Lehet, hogy nehéz lesz. Lehet, hogy egybe megtáld az ajtót. Nézd meg ott a dobozokat, csomagokat ebbe a sötét kamrába. Hiszen ott bent, amik ott vannak, ezek a félelmek, aggodalmak, mi lesz, hogy lesz. Pakold ki ezeket is a tűzre. Pakold ki, dob rá a tűzre. Figyeld, milyen érzés. Lehet, hogy nagyon nehéz. De lehet, hogy örülsz, hogy végre megszabadulsz tőlük. És figyeld, hogy ráadod a tűzre őket, megint megváltozik a tűz színe. És figyeld, hogy minden elég. Füsté válik, elpárolog, eltűnik. Éreznek az érzésekből, hogy kiégnek. Elpárolognak, eltűnnek. Csak figyeld, hogy ég ez a tűz. Na most arra kérlek, hogy figyelj egy kicsit a hasadra. Hiszen a hasadban is rengeteg minden van, amit mind a mai napig nem tudtál megemészteni, elfogadni. Miért így alakult? Miért veled történt? Miért kellett ezt átélned? Rengeteg érzés kavaroghatott belül, amit mind a mai napig nem tudtam megemészteni, elfogadni. A betegségeddel, akár az életeddel, munkáddal, családoddal, nagyon sok mindennel kapcsolatban. Lehet, hogy nem is tudsz róla. Ez már olyan lehet, mint amikor van egy kert, és az tele van gazzal, gyommal, egyik-másik már ilyen kemény, akár száraz is lehet. Gyökerük van. Húzgáld ki, tépked ki ezeket az érzéseket, ezeket az elszáradt gyomokat, gazokat onnan. Lehet, hogy nehéz lesz, fájó, hiszen lehet, hogy régóta ott vannak. De ha beleszakad, akkor ásd ki, szedd ki a gyökerét. Addig takarítsd, amíg egy nagyon szép zöld pázsit nem lesz. Amíg egy nagyon szép zöld kert nem lesz, teljesen tiszta. Viszont, hogy rádobod a tűzre, úgy látom, megint megváltozott a tűz színe, csak figyeld. Figyeld, hogy az érzések is bőled elégnek, füsté válnak, elpárolnak, eltűnnek. Éreznek az érzések bőled kiégnek, elpárolnak, eltűnnek. Ha mindent kiszedtél, majd nézz körbe. Nézd meg, nem találsz, vagy eldugott gyomot, egy gazt, egy elszáradt gyökeret, bármit. És ha teljesen tiszta, akkor egy kicsit gyönyörködj benne. És figyeld, figyeld, hogy érzed magad. Milyen érzés van a hasadnál most. Érezd azt az ürességet, azt a megkönnyebbülést. Na most arra kérlek, hogy figyeld a szíved fölötti részt. Hiszen ott a szíved fölött van a lelked, a lélek. Ott van egy ilyen furcsa, sötét, mint egy pókhálószerű, meghatározhatatlan lakzat, ami befontott az egész lelkedet. Szinte összeszorítja ott a mellkasodat, a szívedet, a lelkedet. Néha folytogat, alig kapsz levegőt. Ez a halálfélelem, a bizonytalanság. A betegség és az elveszettség érzése. Fogd meg és tépd le. Tépd le, mint a rengeteg pókfálót szerint letépnéd magadról. Fejtsd le, ez lehet
Lehet az az érzés egy ilyen nyírkos, tapadós, akár hideg, kemény érzés. Szedd le onnan a szíved mellől, a szívedről, a lelkedről. Tépd le, dobd be a tűzbe. Érezd, hogy kiszakítod, rádobod a tűzről. Figyeld, milyen színnel ég. Úgy látom, ez is megváltozott ennek a tűznek a színe. Majd vegyél egy jó nagy levegőt. Figyeld, milyen érzés, hogy könnyebben kapsz levegőt. Hogy már nem szorítja a lelkedet össze. Ez a halálfélelem. Ez az elveszettség, a bizonytalanság. Majd egyelőre csak figyeld. Figyeld, hogy minden elég. Frissté válik, elpárolog, eltűnik. Érezd, hogy ezek az érzések bőled kiégnek, elpárolognak, eltűnnek. Csak figyeld. Majd arra kérlek, hogy erre a tűzre. Most dobjál rá minden olyan emléket. Élethelyzetet, konfliktus szituációt, szavakat, mondatokat, mindent, ami számodra kellemetlen, fájó, bántó volt, mindent a betegségeddel kapcsolatban, minden megélt negatív érzést, percet, órát, napot, akár régi emlékeket, mint filmeket, képeket, amit megéltél, vagy mintha úgy látnád, mint a régi filmek vagy képek lennének. Mivel egy tisztító tűz, itt nem égettünk el embereket, csak megtisztítjuk. Vagy elképzeled, minden olyan embert, aki téged bántott, kihasznált, visszaélt veled, vagy bármi volt a megalázott, azokat rádobod erre a tűzre. Vagy elképzeltek az embereket, mint egy ilyen földig élő, fekete kucsma lenne rajtuk, ez a nagy negatív sötét energia, azokat így lehúzgálod róluk és bedobod a tűzbe. És amikor mindenkivel végeztél, akkor csak figyeld. Figyeld, hogy ezek a gondolatok és emlékek elégnek. Füsté válnak, elpárolognak, eltűnnek. Érezd, hogy a hozzájuk tartozó érzésekből hát kiégnek, elpárolognak, eltűnnek. Majd most arra kérlek, hogy gondolba fordulj balra. A bal oldalt egyébként is a múlt. Ott látod a régi énedet. Azt a kis szürkés, feketés, összegörnyedt, a betegség súlyától, a félelmektől, aggodalmaktól, a pánikrohamoktól. Meg van rogyva, meg vagy görnyedve, kicsit gyenge. Nézd meg, nézd meg, milyennek látod azt a régi énedet. Majd menj oda. Öleld meg, és mondjad neki, köszönöm, hogy eddig életem része voltál. De most már egy új, egészséges, jobb életet választok. Megengedem magamnak, hogy életem ezen fejezete lezáruljon. Továbbiakban már nincs szükségem rád. Szeretettel elengedlek téged. Majd engedd, hagyd menjen. És most, hogyha elment, akkor kérlek álljad a tűz elé, és mint ahogy leveted a ruháidat, vagy megpucolsz egy fejkáposztát, még a rajtad lévő rossz negatív energiákat, érzéseket, gondolatokat, fájdalmakat, sérelmeket húzgáld le, dobáld be a tűzbe. Ott fogsz állni mesztelenül. De gyönyörű tiszta színbe fogsz ragyogni. Csak
Nézd meg, milyen színű lettél. És hogy most arra megtisztultál. Az a legelső érték az most már nullás lett. Érted, hogy megkönnyebbültél. Most már a tűz is kialszik. Mi maradt az a kis hamu, jön egy forgószél, azt fölkapja és elviszi. És meg mondd utánam, kérlek. Megbocsátok mindenkinek. Mindenért. Én is bocsátot kérek mindenkitől. Mindenért. Megbocsátok magamnak is. Amiért hagytam magam bántani. Amiért ezekkel bántottam magam. Amiért megbetegítettem magam. Amiért nem tiszteltem. Nem becsültem. És nem értékeltem magam eléggé. Megbocsátok az életnek. A sorsnak és a karmának is, amiért ezt át kellett élnem. Nagyon jó, ez is elment. Most figyeld, hogy érzed magad összességében. Érezd azt a megkönnyebbülést, elazultságot, akár ürességet. Hiszen régóta cipel terhektől szabadultál meg. Csak érezd. Majd figyelj magadra. Hiszen most háromt egyig fogok számolni. Egyre megtapasztalod azt, hogy amiket te most elengedtél, rossz, sötét, negatív energiákat, érzéseket, gondolatokat, azok többé nem térnek vissza. Hiszen ezeknek a jét megtöltjük tiszta fénnyel, szeretettel, nyugalommal, békével. Hiszen mindenki tudja, a fény erősebb. Egy sötét szobában egy szál gyufáj gyújt, az fény lesz. De egy világos szobában bármennyi zsák sötétet beordhatsz. Soha nem lesz sötét, mert a fény erősebb. És most erősítsd meg. Mondd el, én a fény gyermeke vagyok. Legyen fény. És figyeld, ez a gyönyörű fény megtölti a szívedet. A szíved ezt a gyönyörű fény pumpálja az ereidbe. Így eljut minden sejtethez, szervethez, szervrendszeredhez, idegrendszeredhez. És nem érzel más, csak a tiszta fényt, a szeretetet, a nyugalmat és a békét. Majd most, hogy így megtisztultál, megkérlek, hogy menjél vissza a biztonságos helyedre. Menj oda vissza. És hogy visszaértél, nézz körbe. Nézz körbe, és vedd észre ezt a gyönyörű változást. Vedd észre, hogy minden megváltozott. Figyeld a fényeket, a színeket. Most még teszel egy nehéz utazást. Megkérlek, hogy menjél egy szép létre. És még ott ez a szép réten, akkor nézz körbe. Nézd meg ott a virágokat, fényeket, színeket. Nézd meg, milyen gyönyörű ez a rét. Majd most háromt egyik számolok. Egyre gondolom, megfordulsz. És meglátod, milyen volt ez a rét. Mert ezt a meditációt elkezdted. 3, 2, 1. Fordulj meg gondolatba. És nézd meg, milyen volt ez a rét. Láthatod, sötét, kiégett kopár ideg.
majd fordul vissza egy gyönyörű réthez, ez a gyönyörű, fényes, virágos réthez. Hiszen ez a rét a lelkedben lezajló változást mutatta meg neked. Most életed egy fejezete lezárult. Menj tovább ezen a megkezdett úton, és ne fogadj elemet válaszként. Csodálatos eseményekre, megoldásokra számíthatsz. Ahogy gondolod, nyugodtan hív segítség az angyalokat, mindig segítenek neked. 1-től 3-ig fogok számolni, 3 volt kinyitva a szemed, teljesen ébren leszel. 1. Minden, amit te itt átéltél, megtapasztaltál, megváltoztattál. Ez percről percre, óráról órára és napról napra. Egyre szebbé, jobbá teszi az életedet. Jobban vagy. Jól vagy, jól érzed magad. Semmit nem kell tenned. Egyszerűen csak megengeded magadnak a változást. És csak figyeld, milyen érzés, hogy megengeded magadnak a változást. 2. Egyre feljebb és feljebb és ebből a csodálatos fejlődési állapotból. Csodálatos gyógyító kódolások. Életedet kíséri az egészség, a szeretet, a boldogság, a békesség, a megbocsátás, az elfogadás és az elengedés. Érezd, hogy ezek az energiák átjárják tested, lelked, szellemed. Hogy amikor majd kimondom 3-at, két oszam, mert teljesen éber leszel. De előtte el kéne húzni a szádat a füled irányába. Mi átlag emberek ezt mosolynak hívjuk. Úgy. De az egész hirtelen az arcodon. 3. Nyisd ki a szemed, ébredj föl. És úgy, hogy mindenre emlékszel, ez hoz változást az életedbe. Ez a csodálatos meditáció. Ez mint egy csomag. Tedd magadévé. Vidd haza. Ha kibontod ma, holnap, holnap után, elkezd változni az életed. A döntés a tiéd, semmi nincs rád kényszerítve. Úgy érzed, segített ez a meditáció. Vagy szeretni még jobban elmélyülni. Vagy továbbfejlődni a gyógyulásba. Keresd bátran minket a fájdalom és stressz oldó központba. Legyen szép napod. Legyen csodálatos életed. Vigyázz magadra. Áldott napot kívánok.